Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Поехали! április 12-én kerülte meg a Földet Vosztok egy típusú űrhajójával Jurij Gagarin szovjet kozmonauta, az első emberi lény, aki kijutott a világűrbe. Sikeres útjával a Szovjetunió hatalmas győzelmet aratott az Egyesült Államokkal vívott technikai háborúban. A nagy nap 1961. április 12-én jött el, amikor Gagarin és a Vosztok egy űrhajó bajkonúri idő szerint 6 óra 7 perckor elstartolt, hogy 108 perc alatt megtegye világtörténelmi jelentőségű útját, mely során 89 perc alatt kerülte meg a Földet. A sikeres kísérlet után Gagarin a Szovjetunió legnépszerűbb embere lett. Földetérése után Nikita Hruscsov pártfőtitkár üdvözölte, 1962-ben a legfelsőbb tanács tagjává választották, útja a szocializmus szimbolikus győzelme lett a kapitalisták felett. A párt politikai bizottsága 1961. júniusában tartott ülésén döntött Gagarin meghívásáról. A döntéshozók tudatosan időzítettek, amikor augusztus 20-a alkalmából háromnapos látogatásra hívták az űrhajóst. A Népszabadság, az MSZNP lapja 1961. augusztus 16-án a címlapon tudatta Gagarin látogatását Magyarország népével. Budapestet már az űrhajós érkezését megelőző napon feldíszítették. 1961. augusztus 20-án Gagarin a vidéki Magyarországot tekintette meg. A szovjet asztronauta ellátogatott a szocialista mintatelepülésre, Sztálinvárosba, valamint tiszteletét tette Pécsett és Komlón is, ahol láthatta, mint a komlói bányász foci csapata 2-2-t játszik a Fradival az NB1-ben. Egyik nap az iskolába szólt az osztályfőnek néni, hogy holnap gyerekek öltözzettek föl ünneplőbe, ami azt jelentette, hogy kisdobos ruha. Mert én még akkor kisdobos voltam, tehát fehér ing, kék nyakkendő. Megjön Gagarin Pécsre. Hát, tehát nem akartuk elinni, tehát ez kizárt dolog. Hát a híres, a Szovjetunió hőse, az első ember, aki a világűrbe repült, az itt lesz Pécset. Egész éjszakán tudtam aludni. Marhára készültünk rá, ugye ez a világ első űrhajósa volt a Jurij Gagarin, mint tudjuk, és hát második osztályos, elemi osztályos voltam a Bercsény utcai iskolában, és hát rajzokat készítettünk, ugye köztudott dolog, azt hiszem áprilisban lőtték föl a Vosztok űrhajóval a Gagarin, és hát ez egy világszenzáció volt. A kommunista, a szocialista sajtó, az csak akkor írt valamiről, amikor már megtörtént. De hát azt olvastuk, hogy készül az űrhajó, ugye felment először a Lajka kutya, azt hiszem ő volt az elődje, és rettentően izgalmas volt, hogy valakik felmennek a világűrbe, és mi sem természetesek, hogy ezt a világon a nagy Szovjetunió teszi meg először. Megmondom őszintén, akkor erre mi is büszkék voltunk, hiszen úgy neveltek minket. Hatalmas tömeg jött össze itt a Széchenyi téren.
és őrletes nagy rendőri biztosítás meg mindenféle volt, és hát én itt álltam a állami áruháznak, hívták akkor, most nem tudom, régebben centrum áruház volt, előtte állami áruház volt, azzal szembe a tömegbe. És hát az első sorban a kordonnál álltunk, és hát vártuk, valamennyit késett is a megbeszélt időpontból, és a Bem utcán jött fölfelé egy nyitott fekete szovjet, nem tudom milyen márkájú autó, talán egy Zisz lehetett, vagy ilyesmi, egy hatalmas nagy fekete nyitott kocsiba, és ott állt a Gagarin. Felhívták a figyelmet, hogy senki ne próbáljon oda menni virágot, pláne virágot, vagy valamit bedobni az autóban, azt azonnal elviszik, betartóztatják. Kezünk lábunk remegett, amikor egyszer csak sipoltak, és a Széchenyi tér felől nyílt a sor, és jött egy nagy autó, ilyen csőrös, megnéztük, utólag azt hiszem Zisz márka volt, ez egy hatalmas nagy elnöki autó, amiben középen ott állt egy egyenruhás ember, és amikor közelebb jött, akkor egyértelműen fölismerhető volt. Itt egy Gagarin egy nagyon jóképű fiatal ember volt, egy jófésült, sármosnak nem mondanák ma, mosolygós, és elgurult előttünk az autó, és megnéztük, és nem akartuk eljönni, hogy itt van előttünk az ember, aki először a világűrbe ment. A pécsi Széchenyi tér zsúfolásig megtelt, ahol a vendégek néhány percre megszakították útjukat. Az út következő állomása az újmecsekaljai bányászvárosrész volt, ahol a lakosság szintén lelkesen fogadta Gagarint és feleségét. A küldöttség rövid pihenőt tartott az Olimpia étteremben, majd tovább indult Komlóra, az országjárás végcéljához, ahol tovább folytatódott a protokolláris ünnepség. Épülő Uránvárosba, és akkor már készen volt az Olimpia étterem. És még épült az Uránváros, ugye hatalmas nagy beruházásokkal, és az Olimpia étteremben volt a vendéglátása a Gagarinnak, meg a szovjet küldöttségnek, és hát ezt most már ez egy ilyen nem menne mondta, ez egy megtörtént eset, hogy az újság is írta, nem a Pécsi Napló, vagy Dunántúli Napló is lehozta, hogy az én édes testvérem, sajnos azóta már nem él, ott volt cukrász tanuló a műhelybe, és szép sorba lerakták a tiszti sapkákat az asztalra, bementek az étterembe, ebéd, beszéd, stb. És mikor vége volt a fogadásnak, meg az ebédnek, akkor indultak volna tovább, azt hiszem, hogy Komlóra. Ugye ezt a sajtóból most már úgy tudjuk, hogy Komlóra is elment. És akkor eltűnt a Gagarin elvtársnak a sapkája. Ez nem volt. A presszó résznél ott volt a ruhatár. És hát látok, hogy kint vannak a kabátok, sapka, tányérsapka, meg minden. De a Pistinek is megüdő, azt mondja, fölteszem a fejemet, és mondom, hát ezekből nem úgy megy ez. És fogta, levette, rátette a fejére. Mindenkinek meg volt a sapka, egyedül a Gagariné nem volt meg. Hát elkezdték keresni, hát mentek hátra, látják ott hátul a cukrász műhelynél az István bátyám fején a Gagarin sapkája, és ott szalutál, meg tisztelem, meg marhás, hatalmas nagy balélet belül. Azt hiszem, a Piroska néni volt az egész olimpiának az üzletvezetője, majdnem lezavart egy nagy sallert a bátyámnak, de hát megúszta,
olyan áron, hogy hát a Gagarin marha jópofaságnak tartotta, és még egy közös fotó is készült a testvérem és a Gagarinra. Tehát visszakerült a sapka. Gagarin 1968. március 27-én Vladimir Szerjoginnal repült MiG-15-ös gépen, amikor az egy manőver alatt a földbe csapódott. Mindkét pilóta azonnal meghalt. Egy másik szovjet űrhajós legenda, Alekszej Leonov több mint 40 évig küzdött, hogy nyilvánosságra hozhassa Gagarin halálának körülményeit. De legalább a családjával szerette volna közölni a pontos részleteket. 2013-ban mondhatta el, mi történt. Emberi hiba okozta a tragédiát. Egy Su-15-ös vadászgép túl közel került Gagarin gépéhez. Leonov 1968-ban egy szuperszónikus gép hangját hallotta. Majd egy hatalmas robbanást alig néhány másodperces különbséggel. Azonnal tudta, hogy valami baj történt. A Su-15-ösnek nagyon magasan, nagyjából 10.000 méteren kellett volna repülnie. Ehelyett jóval alacsonyabban jött a gép. Ez a repülési szabályok durva megsértése. A Su-15-ös füstölve és égő farokkal bukkant elő a felhőkből. Túl közel jött Gagarin gépéhez, amely dugóhúzóba került. Ez különösen veszélyes 750 km per órás sebességnél. Gagariné gépe 55 másodperccel később becsapódott. A helyszínre küldött csapat megtalálta Szerjogin holttestét, de nem találta Gagarin maradványait, csak a térképét és a tárcáját. Azt remélték, hogy sikerült katapultálnia, ezért átkutatták a környéket. Csak másnap találták meg Jurij Gagarin földi maradványait. Alekszej Leonov azonosította őt egy sötét anyajegy alapján. Шагаю с работы устал.